Keserő Katalin, Széchenyi díjas művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Vezette a műcsarnokot, az Ernst Múzeumot. Főkutatási területe a 19.-20. század fordulójának pezsgő művészeti és tudományos élete. Művészetnek a természethez való viszonya, ugye mindvégig természetutánzás volt, és a századforduló művészetében módosult ez a kérdés. A századforduló kor ugyanis nagyon erős absztrakciós igény jelent meg a festészetben, vagy absztrakció. A természet egy olyan alapját jelentette a világnak, amit nem mint ábrázolandót tekintettek, hanem olyan világot, ami példa az embernek. És ez nem csak a festészetben volt így, hanem természetesen megszülettek az erre vonatkozó gondolatmenetek és filozófiák is. Raoul Francé a növényeket olyan organizmusnak tekintette, amely annélkül növekedik, él és virul, hogy ehhez bármi mástól elvonna valamit. Nagyon fontos elv ez, valójában a természetnek egy nem csak ökológiai felfedezése, hanem kulturális felfedezése. Volt akkoriban egy máig sokat idézett mondás a chicagói Sullivan nevű építésznek, aki a chicagói iskola alapítója és mestere volt az 1880-as években, hogy a forma követi a funkciót. Ugye ez egy nagyon lényeges mondat volt akkor, amikor korábban ez így nem kerül szóba. Ez tulajdonképpen egyfajta design alapelv, amit lehet fordítva is mondani, vagy úgy, hogy együtt születik a forma a funkcióval. Minden esetre az az érdekes, hogy a Francé ezt úgy alakította, és Moholy Nagy is, hogy valójában a növényi forma az maga a funkció. Ez volt Francénak az egyik konklúziója, és Moholy Nagy ezt átvette, és hozzátette ahhoz, ami a Bauhausban tulajdonképpen alapgondolat volt, hogy a tudományt beépíteni, a mechanizmusokat beépíteni a művészetbe, tulajdonképpen az élet funkció és az élet és a forma az azonos.